most is július 7-én, pontosan este 7 óra 7 perctől lesz a második befejező fejezete a pozsonyi csata megemlékezésnek pár méterrel arrébb a Hősök terén, ahol rengeteg előadás, zene és sok-sok olyan hasznos dolog hangzik el, amiből tudjuk építeni a jövőnket. Itt ül még körünkben Herceg Ferenc, aki erre tette az életét, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt teszed értünk, az emberiségért. És köszönjük külön az üllővezércsapatnak és Pálosi Attila barátunknak, hogy saját családi kasszából évről évre megszervezik ezt a csodálatos ünnepet, amit már említettem, hogy mi lenne az igazi célja. És ugye már 16-ban fel akarták terjeszteni, vagy 17-ben talán állami ünnepé, de természetesen ezt elutasították, pedig Amerikában tanítják ezt a katonai egyetemeken, főiskolákon, hogy a pozsonyi csatát hogyan vívták meg őseink. És mi nem a csatát istenítjük, hanem azt a hősies helytállást, amivel őseink és hőseink még rendelkeztek. A mai magyar ember, meg nézzük meg, na mindegy. Szóval a jóra koncentráljunk, jóra összpontosítsunk. Tehát következzék egy emlékdal a pozsonyi hősök tiszteletére, a pozsonyi csata hőseinek tiszteletére.